2015. szeptember 10-én tartotta nyilvános rendkívüli testület ülését városunk képviselőtestülete, a meghívóban három napi rendi pont szerepelt. Elsőként az önkormányzat által tartandó török-szentmiklósi országos állat és kirakodóvásár megrendezéséről szóló határozat tervezetet tárgyalta meg a képviselőtestület. Török-Szentmiklós város képviselőtestülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, feladatul szabta a török-szentmiklósi kommunális szolgáltató non-profit Kft. Ügyvezetőjének, hogy 2005. szeptember 30-áig vizsgálja meg, hogy Török-Szentmiklóson vásár üzemeltetésének milyen lehetőségei vannak, és erről készítsen egy tanulmánytervet. A tanulmány elkészült, ám több képviselő bírálta azt, és több kritikát is megfogalmazott a tanulmány tartalmával kapcsolatban. A hosszas tárgyalás végén 5 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett a tervezetet megszavazta a testület. A határozatban az szerepel, hogy városunk évente két alkalommal, április és szeptember hónapokban, elsőként 2016. évben országos állat és kirakodóvásárt kíván rendezni, valamint az, hogy felkéri a török-szentmiklósi kommunális szolgáltató non-profit Kft. Ügyvezetőjét, hogy 2015. novemberében tartandó sorosülésre készítse elő a vásártartás 5 éves koncepcióját. Révi Attila, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondta, mi motiválta a bizottság részéről a vásártartás városunkban való meghonosítását. Gondolatát. Fejér Ilona képviselőtársam, bizottsági elnök asszony indítványa volt pénzügyi és városfejlesztési bizottsági ülésen, hogy kerüljön bele a kommunális szolgáltató Kft. Munkarendjébe az állat és kirakodó vásár megszervezésének a feltételeinek a kidolgozása. Úgy gondolom, hogy ezzel az indítvánnyal egy olyan munkát szabtunk kommunális Kft.-nek, amire Török-Szentmiklósra már igen régóta szükség lenne. Régen ennek óriási hagyománya is voltak, itt a testületi ülésen is elhangzott több szájból is, hogy igen komoly történelmi gyökerekkel rendelkezik ez a kirakodó vásár, illetve állatvásár. Nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz dolog most így hosszú-hosszú évek után belemenni, illetve újra kezdeni kialakítani ezt az állatvásárt, hiszen környező településeken, ahol jól működnek ezek a vásárok, nyilván potenciális előnnyel rendelkeznek, viszont én úgy gondolom, hogy akár történelmi múltunkra való tekintettel, akár olyan újításokkal, amik egyébként gondolatainkban már megfogantak, kialakítani egy ilyen állatvásárt, talán évek hosszú sora alatt föl tudunk építeni egy valóban egy nagyszabású, és Török-Szentmiklós számára is egy kedvező, jövedelmező, akár PR szempontból is egy települési marketing szempontból nagyon fontos eseményt. Ezt a mai előterjesztést több kritika is kísérte. Önnek mi az álláspontja? Az álláspontom maximálisan tükröződik az előterjesztésből. Én úgy gondolom, hogy ami itt a testületi ülésen kritikaként elhangzott, az időpontoknak a tologatásáról szólt, nem érzem tartalmi, lényeges információknak. Serfőző elnök úr szájából hangzott el talán, amit valamilyen szinten meg tudok érteni és azonosulni tudok vele, hogy nyilván jó lett volna látni már most egy kidolgozott szakmai programot, egy koncepciót, ahol költségekkel és mindennel látjuk azt, hogy mire is adunk áment a következő időszakra. De én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a ügyvezető úr elindulhasson ezen az úton, és kidolgozhassa ezt a szakmai programot, amit várunk tőle, arra ez a mostani mai döntés megfelelő, novemberig pedig neki valóban elegendő lehet az idő, hogy egy valóban mély szakmai programot alkosson a vásár feltételeinek kidolgozása szempontjából. A másodjára tárgyalt napirendi pont a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2015. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igény benyújtásáról szólt. A támogatásként megpályázandó összegek alapját két korábbi önkormányzati beruházás, a török-szentmiklósi szennyvízcsatornahálózat, valamint a Kölcsey Ferenc általános iskola felújításának kivitelezőjével szemben folytatott peres ügyből származó fizetési kötelezettség alapozza meg. Ez a fizetési kötelezettség megközelíti a 300 millió forintot. Amit mindenféleképpen el lehet mondani a két ügyel kapcsolatosan, hogy az én szerepem mind a két ügyben a kizárólagosan másodfokú eljárásra terjed ki. Én gyakorlatilag az elsőfokú eljárásban az alperesi védekezés, tehát az önkormányzat védekezésnek a mikéntjére, illetőleg a azoknak a nyilatkozatoknak a tartalmának nem feltétlenül tudok válaszolni. Nyilvánvalóan az akkor eljáró sőt, az ott érintett személyeket kell e vonatkozásban azt gondolom meghallgatni, amennyiben ezzel összefüggésben kérdések merülnek föl.
A két peres ügyről dr. Szűcs Sándor ügyvéd adott tájékoztatást a képviselőknek, illetve a jelenlévőknek. Az előterjesztést a testület 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. A pályázat benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség. Az ülés utolsó előterjesztése a Törökszent Miklós Iparút 2 szám alatti inkubátorház 2-es és 3-as számú műhelyét bérlő Molnár Istvánné egyéni vállalkozó bérlő státuszának megváltoztatásáról szólt. A testület ezt is megszavazta.